Konkrétan úgy öltöztem fel, hogy mindent felvettem, ami kényelmesnek tűnt. Így született meg a következő outfit, ami semmi nem passzol semmivel. Mármint, hogy jó, ez egy set, tehát, hogy ez passzol, de hogy alapvetően meg ugye nem. Amúgy nézzétek ezt a cipőt. Nekem nagyon bejön, valamiért. Egyébként ez egy Nike sneaker, ami 2020 téli kollekció, és én még pont be tudtam egyet szerezni, mert nagyon tetszett, de már azt hiszem, hogy nem is kapható. A háttérben azok az Ilona jutalom falatai. Ja, és valamitől kiütéses lett az arcbőröm. Nem tudom, mitől. A mai nap folyamán nem mást fogunk csinálni, mint Klaunak és Barbie-nak összeállítani az ajándékát, ugyanis ma van a szülinapi... Láttátok, hogy oda néztem, csak csekkoltam, hogy be van-e ágyazva, de nem tudom, miért csekkoltam, amikor soha nem ágyazok be egyébként. És ez úgy nézett ki, mintha valami transition lenne, közben pedig csak elfelejtettem levenni ezt a sapkát a kamerámról. Szóval, Klaunak és Barbie-nak van a szülinapi bulija, mint már mondottam. A tematika az, hogy valami csillogós ruhát kell felvenni, vagy strasszos, vagy glitteres, vagy flitteres, a lényeg az, hogy csillogós legyen. Mostan, amúgy nagyon furcsa a szemem. Ez nagyon-nagyon ijesztő. De az a durva, hogy semmi új dolgot nem használtam az arcomra, szóval kb. Az az arcápolási rutinom, ami már nagyon régóta, szóval nem, most ezt nem annyira értem. Amúgy az a frusztrációm, hogy annyi dolgot tettem az elmúlt egy évben az arcbőrömért, hogy nagyon félek, hogy átváltozik újra csúnyává, szóval ez egy valós szorongás bennem, hogy minden reggel úgy nézem meg az arcom, hogy úristen, ugye nem jött ki még három pattanás, és nem lesz olyan csúnya a bőröm, mint tavaly ilyenkor. Miről beszél? Mi? Hogy jutottam ideig? Szóval, csillogos ruha, ezt akartam mondani. Chloe-knek van a színnapja, és csillogos ruhát kell felvenni, és bejártam Tolnád Baranyát, mindenhol megnéztem, hogy van-e flitteres férfi ruha, bárhol. Egyedül a Zarába találtam egy ilyen kis kabátszerű dolgot, ami csillogós volt, de az 30 ezer forint, és tisztán vagyok vele, hogy most egyszer venném fel, és soha többet, szóval ezért nem fogom megvenni. És elmentem minden vintage üzletbe, turkálóba, tényleg mindenhova, ami Budapesten fel... Jó, ezt kicsi túlzással, de nagyon-nagyon sok helyen voltam. És nincs. Nem létezik, pedig én mindig nagyon meg szeretnék fel... Meg szerintem ez jó ötlet, szóval nagyon meg szerettem volna felelni a dresscode-nak, de eddig úgy néz ki, hogy nem megy, de ma még teszek egy utolsó próbát. Szóval azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy most elmegyünk egy kicsit turkálózni, ma este van a buli, szóval eléggé last minute, de el tudom képzelni, hogy az utolsó pillanatban találok valamit, úgyhogy és nem adom fel. Ha nem találunk csillogos ruhát, akkor pedig veszünk valami, vagy nem. Igazából az is problémám volt, hogy mióta keresem a csillogos ruhát, ugye vásárlás függőségben szenvedek, és ezt... Ezzel most szívesen viccelnék, de sajnos ez azért annyira nem vicc. Szóval, na mindegy. De most már legalább általában turkálókban vásárolok csak, és... vagy hát... ez egy kicsit hazugság. De többet vásárolok turkálókban, mint régebben. Na mindegy. És hogy azzal kellett megküzdenem, hogy ne vegyek semmit, csak azért, amiért mentem, ami meg nem volt. És úgy kijönni számomra egy ruhaboltból, hogy nem veszek semmit, amúgy úgy érzem magam ebben a cipőben, mint egy ilyen óvodás, vagy hát tudjátok, ennek igazából az a szerepe, hogy nagyon kényelmes. Bocsánat, hogy ennyit beszélek erre a cipőről, csak megszállottan szeretem, mióta megvan. Jó estét kívánok!
6 idegösszeroppanás után végre hazaértem. Ferde a kamera. Ferde a kamera, és nagyon zavar! Nem találtam semmit. Ugyanis a végén már rászántam magam arra, hogy megveszem a zarás flitteres kabátot, de csak M-es volt. És alapvetően én L-es és XL-es dolgokat hordok. Tehát nem... Tehát... Nyilván egyébként nem volt, láttátok felvételen, nem volt annyira vészes az MS, de most megveszek egy drága dolgot, ami számomra haszontalan is, mármint hogy nem úgy haszontalan, csak hogy nem hordanám sokszor, és még kicsi is nem, tehát hogy így nem. Szóval bármennyire is szerettem volna a dresscode-nak meg, de az zavar igazából, ha én rendeznék egy bulit, ott lenne és egy dresscode, és úgy, tehát ilyen frusztrálva érzem magam, hogy én ezt nem tudom teljesíteni. És közben meg a női részlegeken mindenhol, a turkálókban is és a fast fashion boltokban is tele van flitteres. Jó, mondjuk érthető, nyilván nem hülye vagyok, szóval tudom, hogy miért. Tehát, hogy tele vannak a boltok ezekkel, a férfi részlegen nincs. És a végén még, amikor rászállom magam arra, hogy megveszem azt a dolgot, ami egy opció, csak nem annyira jó, azt sem tudom megvenni, mindegy. Lényeg a lényeg, nem lesz flitteres ruhám. Igazából, nem mindegy. Amúgy ezek az Ilona jutalomfalatai, amiket nem tudom miért nem eszik meg, de és miért hurcolja szét a lakásban, de tekintsünk el tőle. Ezeket most állítsuk össze, igazából a problémám az, a Barbie-nek szerintem a kisebb ezüst dobozt, és azt hittem, hogy belefér ez a bögre. Egyébként ezt ki is csomagolom, mert meg akarom nektek mutatni. A Starbucks-nak az új kis karácsonyi bögréje, nem tudom, hogy látjátok-e, de... Hát ilyen nagyon kis letisztult, és egyébként a Barbie-nak ezt azért választottam, mert együtt voltunk Starbucks-ozni, és el volt ájulva ettől a bögrétől, szóval gondoltam, akkor megveszem neki most. És ezt szerettem volna kisebb dobozba tenni, de nem fér bele. Szóval pont egy picit zavaróan nem fér bele, szóval ilyen leugrik a teteje, tudjátok, és ez nem jó. Viszont a Clown-nak pedig vettem egy ilyet, amúgy ez extra cuki szerintem, egy bárányos kis mamuszt. Egy bárányos kis mamusz. Ez pedig egyértelműen nem fog beleférni. Ezt nem tudom, hogy gondoltam, tehát hogy igen. Úgyhogy most nem tudom, hogy ezek a boxok tulajdonképpen hogy fognak kinézni, de a Barbie boxa a következőkből fog állni. Ez a Starbucks-os karácsonyi bögre. Aztán a Bözsinek, a Barbie kutyusának vettem egy karácsonyi kis nyakkendőt, és szerintem a Barbie nagyon szeretné látni ebben a Bözsit, mert extra cuki lesz benne, úgyhogy ez lesz a másik ajándék. Jó, és a Barbie még kap egy... igen, a Barbie imádja a hajpántokat, viszont a Barbie-nek ugye fekete a haja. Ezek ilyen kis gyöngyös hajcsatok, és szerintem ez a Barbie fekete hajában, ilyen fehér és ilyen kis exkluzív kinézetű, szerintem ez nagyon jól fog állni, úgyhogy ez lesz még a Barbie, úgyhogy a Barbie ezt a három dolgot kapja a kis boxában. Clownnak emellett a kis cukiság mellett választottam egy ilyen jade rollert, amivel tudjátok így bele tudjátok masszírozni a bőrötökbe az arcápolási kis krémeiteket, és ez tök jó, egyébként ezt nekem mondjam, hogy amikor ezt vettem, magamnak is vettem egyet, mert hát magamat is megajándékoztam ezzel. A Clau ugye imádja a gyertyákat, és ebből most kap egy ilyen kis kiszerelésűt, aminek egyébként elég jó illata van, és szerintem nagyon cuki ilyen kis mini, és ez belefér a kis boxba, de ezek viszont nem, szóval ez szerintem valami kis zacskóban odadom neki, majd így mellé. Nem vagyok egy tapasztalt box készítő, ez látszik, ugyanis ez nem fog beleférni. Tegnap este már megértem a kis szülinapi kártyájukat, ezek is belekerülnek majd a csomagba. Tudni kell rólam, hogy semmit sem szoktam, mert nagyon ritkán dobok ki dolgokat, mert mindig azt gondolom mindenről, hogy az amúgy még hasznos lesz. És ebben egy PR csomagot kaptam kb. Egy évvel ezelőtt, és ez az ágyam alatt pihent egészen ideig, és most valóban fel tudom használni. 100-ból 99 ember azt mondta volna, hogy ezt miért nem dobom már ki, de én
mindig tudtam, hogy ez kelleni fog valamihez. Úgyhogy most meg tudom bélelni a lányok dobozait ilyen kis természetes dologgal, ami szerintem tök jól fog benne mutatni, úgyhogy szuper. Na, szóval így néznek ki az elkészült kis dobozok. Egy kis levél, és felsorolva, hogy mi van benne. Itt a kis üdvözlő lap, és itt van benne így minden. Ez volt a Barbie dobozkája, és ez pedig itt a Chloe. Jaj, ez ne csúszson el. Ezt pedig valószínűleg beteszem valami kis ajándékzacskóba még pluszba, mert hát nem tudom, hogy ezt vagy gondoltam, hogy ez ide bele fog félni. Mind a kettő. Tehát igen. Amúgy az volt a hülyeség, hogy előbb vettem meg a dobozt, és aztán bele a dolgokat. Szóval ennek annyira nem volt értelme. Kicsit úgy érzem magam, mint hogy ilyen táncórát akarnék tartani, vagy ilyesmi. Ma nagyon furcsa szögekben kamerázok, de annak ellenére, hogy úgy nézek ki, mintha aerobik edzést szeretnék nektek tartani, ez nincs így. Az történt, hogy napok óta kívánom a csirkepörköltet Nokedlivel. Vagy Nokedlival. Nokedlivel. Ma rendeltem az előbb egy ilyet, vagy hát egy másfél órával ezelőtt. És borzalmas volt, szóval nem tudom, hogy... Mit akarok ezzel mondani? Ja igen, igazából csak annyit akarok mondani, hogy most fáj a hasam. Ami nem meglepő, a fűszeres kajáktól általában fáj, általában mindentől fáj a hasam, de hogy... hogy fáj a hasam, és most bulizni megyek. Ja, és a másik, hogy a legrandomabb dolog történt, hogy a Nokedliben volt fokhagyma, de úgy volt benne fokhagyma, hogy így tök nagy darabokra vágva, és én megettem, és most olyan szagú a szám, mint egy fokhagyma föld. Ha létezik fokhagyma föld. És mivel ugye nem találtam flitteres ruhát, ezért bármit felvettek a ruhatáromból, mert igazából teljesen mindegy, hogy mit fog felni, ami egy kicsit jó is, és egy kicsit rossz is, ugyanis én elég sokat szoktam ezen tökölni, hogy most mit vegyek fel, és lehet, hogy gyorsabb leszek, hogyha segítetek kivál, vagy hát nem segítetek, hanem hogy így egy kamerához beszélek. Egyébként van így kb. Ötletem, de nem tudom, hogy tetszik-e. Szóval, az egyik ötletem az ez az ing, ami amúgy egy fekete ing, és ilyen mini virágminták vannak rajta. Ezt rendeltem, és nem néztem meg ugye élőben, mert nem láttam, és amúgy kicsit... Nem tudom, hogy ezt megvenném-e, hogyha láttam volna élőben. Na mindegy, de... Nagyon fáj hasam. Van ez a felsőm, amit amúgy nevezhetnénk csillogósnak egy picit, de Halloweenkor is ez volt rajtam. Meg ez igazából csak egy póló, tehát most... Ez egy póló, nem szeretnék póló, vagy... I don't know. Oh! Amúgy, nézzétek, ennek a Vansemnek a színe, vagy hát nem a színe, hanem így az anyaga, az tökre hasonló ehhez a... De ez olyan Halloween vibe, szóval ez nem az ilyen glitter party vibe, hanem ilyen vampír vibe. Úgy érzem magam így, mint hogyha valakinek az esküvőjére mennék. És amúgy vannak ezek a napok, ami pont TikTokon láttam most egy ilyen videót, hogy amikor így random, csak... Sokáig úgy érzed, hogy jól nézek, és jön egy nap, amikor valamiért csúnyábbnak érzed magad, mint az előző napokon, és nekem ez a nap egyértelműen ma van. Szóval, hogy ma így benézek a tükörbe, és így tegnap sokkal jobban néztem ki, és két napja is, szóval nem értem, mi történt, de tényleg nem tudom, mit vegyek fel. Fogalmam sincs. Végül átöltöztem még egy 120-szor, és ez lett a végső megoldás. Azért felhasználtam ezt, mert ez legalább ilyen fényes. Kicsit úgy érzem magam, mint hogyha a Dancing with the Stars zsűri tagja lennék. Mert így ilyen csillogós a ruhám. Amúgy a cipő az maradt ugyanez. Már csak el kell indulni.
másként kell fel reggel nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadj el, vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Gondolok és a sírás folytogat, szeretném újra simogatni arcodat, szeretném újra fogni a két kezed. Ha még mindig itt lennél, arabod vagyok, az emlékek még mindig magukhoz láncolnak, fogva tartanak, s a múlthoz kötnek. Már pár nappal később vagyunk, és csak nem zártam le a videót, úgyhogy szeretném nektek nagyon megköszönni, hogy megnéztétek, és most nem véletlen az új intro, hogyha valaki észrevette, ugyanis decemberben szeretnék vlogokat készíteni, én is, nem tudom, hogy milyen gyakorisággal, de lesznek vlogok, és hogyha szeretnétek beleszólni esetleg a... még egyelőre nem tudom mibe, de fogok kirakni Instagramra ilyen kérdezős matricákat. Lesz olyan majd, hogy szavazhattok valamiről, hogy mit csináljak egy nap, ilyesmi. Úgyhogy, hogyha ezekről nem szeretnétek lemaradni, és ti is szeretnétek nekem esetleg kérdést feltenni, vagy szavazni, vagy valami, akkor kövessetek be Instagramon, mert decemberben sok vlogot szeretnék. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, de szeretnék egyelőre sok vlogot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Amúgy nagyon-nagyon durva jó volt Barbie és Klaus szülinapja. Imádtam. Nagyon jó volt a glitter tematika. Sziasztok!